A műsort támogatta az Újházcentrum országos építőanyagkereskedelmi hálózat. A Leier Hungária Kft. Az életre szóló építőanyagok gyártója. Különösen egy városi ember életében nagy kincs a kert, és legalább ennyire értékes része az otthonunknak az erkély és a terasz is. És ha már van, akkor szeretnénk a lehető legközvetlenebb módon a lakótérhez kapcsolni. Mai adásunkban kiköltözünk a szabadba. Érdemes lesz velünk tartani. A kert, a terasz vagy adott esetben az erkély a lakótér legközvetlenebb kapcsolata a természettel és a környezettel. Éppen ezért azt gondolom, hogy mindannyian azon vagyunk, hogy minél hangulatosabbá és meghittebbé varázsoljuk ezeket a tereket. Beszéljünk egy picit arról, hogy mik a legfontosabb szempontjai a kertépítésnek. A legfontosabb szempontjai a saját igényeinknek a kielégítése, tehát hogy szeretnénk esetleg kocsibeállót, fedett teraszt, kerti sütőt, úszómedencét, mennyi zöld teret szeretnénk magunk körül. Melyek manapság a legnépszerűbb termékek, hogyha a kültéri burkolatokról beszélünk? Manapság még mindig a legnépszerűbb a térkő, emellett számos lehetőségünk adódik, műfű, fa, VPC, 2 centis burkolat. Mi a különbség a térkövezés és mondjuk a fagyáló hideg burkolatokkal való burkolás között? Mind a kettőnél fontos szempont, hogy a vízelvezetés, fagyálóság meglegyen. A 2 centis burkolatoknál vagy kis vékonyabb burkolatoknál ugye ott egy S1-es vagy vékony ágyas ragasztóba fektetjük le, míg a térkő burkolatokat 2-4-es kőzuzalékba ágyazzuk. Mi a helyzet a kocsibeállókkal, illetve a járdákkal a ház körül? Azokat jellemzően mivel burkolják? A kocsibeállónál fontos, hogy minimum 5 centis térburkolatot válasszunk. Ha ez alatt sérülékenyebb, nincs alatt a megfelelő teherhordó réteg, akkor sajnos sérülni fog. Jó, beszéljünk most akkor először ugye a térkövekről. Milyen feltételeknek kell megfelelnie egy térkőnek? Gondolok itt akár a kopás állóságra, vagy színezésre, vagy teherbírásra. Fontos a teherbírása, tehát hogyha kocsibeállóról beszélünk, mint említettem, legalább 5 centi. Fontos, hogy fagyálló legyen. Ugye a fagyállóságot általában a vibrálással, minél jobban vibrálják a térkövet, annál erősebb lesz. Hogyan kell lerakni a térkövet? Fontos szempont, hogy meglegyen a kialakítása. Tehát van egy döngölt föld réteg, arra kerül rá egy fagyálló réteg, ami egy 0,56-os zuzalékból áll. Ez attól függ, hogy személygépkocsival fogunk járni, vagy tehergépkocsival. Ha kocsibeállóval járunk rajta, akkor ez lehet 15-30 centig, ha már ennél nehezebb gépjárművel fogunk rajta közlekedni, akkor ez 20 és 35 centi között kell, hogy legyen. Erre fog rákerülni a teherhordó réteg, ami a teherhordó réteg két változatból választhatunk, lehet egy CKT beton, tehát egy cementkötésű alapréteg, ami minimum 15 centinek kell, hogy legyen. Vagy egy úgynevezett 0,22-es zúzott kőből, és erre kerül rá mindkét esetben az ágyazó kavics, ami 2-4-es zuzalékból áll. És ebbe szépen tudjuk beleágyazni a térkövet. Megvan a tök szép burkolatunk, akár a térkő vagy a fagyáló hideg burkolat. Mi a helyzet a vízelvezetéssel? A vízelvezetésnél mind a két szempontból fontos, tehát hogyha esetleg egy cementkötési alapréteget, tehát egy CKT betont helyeztünk el, akkor ott folyókát teszünk a térkőbe, és azt vezetjük el. Ha pedig egy teherhordó réteg, ott ugye leszivárog a szemcsék között, és dréncsővel tudjuk elvezetni a vizet. Beszéljünk most egy picit a teraszburkolatokról. Milyen burkolat típusok között választhatunk, hogyha teraszunkat szeretnénk leburkolni? Akár az 1 centis burkolatok, akár 2 centis, amit szárazon is le tudunk tenni, tehát pogácsákba ágyazzuk, vagy VPC, vagy műfű. Nyilván az idő folyamán rengeteg változáson estek át a térkövek. Régen ez az egyszerű szürke kocka kövek voltak, most meg már tényleg, ahogy körbenézek, akár itt a kertben is, rengeteg formával és szín kombinációval találkozhatunk. Mik a kedveltebbek most? Tehát a nagyobbak, tehát az egyre nagyobb térkövek irányába megyünk el, vagy még mindig dominálnak a kisebbek akár?
Ez változó attól függ, hogy hova szeretnénk letenni. Hogyha egy kisebb térről beszélünk, akkor inkább kisebb térköveket ajánlunk. Ha megfelelő nagyságú udvarról beszélünk, akkor ajánljuk inkább a nagyobb lapokat. Beszéljünk egy picit arról, milyen extra tulajdonságai lehetnek egy térkőnek a felületével kapcsolatosan, vagy bármi egyéb tulajdonsággal kapcsolatosan. Beszélhetünk egy hidrofobizált, tehát egy vízmentes, vagy akár beszélhetünk mosott felületről, akár antikolt felületek közül is választhatunk, tehát most már az elképzelésünk nem szabhatárt. Sóki virágzás problémája? A sóki virágzás egy természetes folyamat, ezt a gyártók nem tudják kiküszöbölni. Ez jön egy nagyobb eső, nagyobb foltok, kisebb-nagyobb foltok látszódnak meg. Ez idővel elmúlik, vannak rá csodaszerek, ez sajnos el kell fogadni. Igen, erre még nem találtak megfelelő módszert. Mi otthon egyébként egy viszonylag nagy terasszal rendelkezünk, ahová mi műfűborítást raktunk le. Ez egy-két éves már, és látszik, hogy azért nem áll annyira ellene az időjárásnak. Mit javasolsz egyébként teraszra, milyen burkolatot választak, hogyha végre eljutunk odáig, hogy ezt lecserélem? A műfő egy jó választás lenne, hogyha fedett teraszról beszélünk. Ha már nem tudjuk ezt megoldani, akkor akár tudunk járdalapok, akár gráslapok közül választani, akár VPC, tehát számos lehetőségünk van. Beszéljünk egy picit a kerítésekről, hogyan történik a telepítése, és egyáltalán milyen típusok között válogathatunk? Számos lehetőség közül választhatunk, amellett, hogy megvédjük a birtokunkat, a családunkat, fontos az esztétikum is. Választhatunk akár beton, akár fa, akár műanyag, fém kerítéseket is. Itt a beton esetében, ami most mi ülünk itt igazából, majdhogy nem bármilyen színben válogathatunk, nem? Rengeteg szín közül választhatunk, ezt érdemes igazából a ház színéhez kiválasztani. És akár a térkő színéhez is, mert akkor tud passzolni ahhoz is. Pontosan. És igazából egy nagy harmónia tud itt kialakulni. Egy harmóniát alakítunk itt. Melyiket lehet leggyorsabban telepíteni? Leggyorsabban talán azt kell, hogy mondjam, a drótkerítést. A betonnál már ugye kell egy sávalapot, egy betonalapot kialakítanunk, és arra tudjuk ráépíteni a betont. Beszéljünk egy picit a piszkos anyagiakról. Melyik a legolcsóbb? Legolcsóbb még mindig a drótkerítés. Most jelenállás szerint a legdrágább, azt kell, hogy mondjam, az acél lemez kerítés. Azért, mert hogy annyira felmentek az árak az acél tekintetében? Tehát az alapanyag annyira drága? Az alapanyag nagyon drága, igen. Jó, és ehhez képest melyik a legnépszerűbb most? Legnépszerűbb a beton. Formailag, színvilág szempontjából is rengeteg lehetőség. Ha kertről beszélünk, akkor nekem, mint férfinak első körben a grillezés jut eszembe, és most már látható az is, hogy térkőből nem csak borítani lehet, meg burkolni lehet, hanem akár ilyen tűzhelyet is tudunk építeni. Pontosan, akár egy kerti sütőt, de még a párodnak virágládát is tudsz belőle készíteni. Ez itt mögöttünk, ez is térkő? Nem, ez úgynevezett antikolt kerítésrendszer. Tehát akár egy magasabb kerítést is tudunk belőle kialakítani. És nem csak kerítést, hanem ahogy itt is látható, akár pergolát is ki tudunk alakítani. Figyelj, azért ez a műfű, ez elég menő, azért lássuk be, tapintásra, vagy minden. Én az előbb itt ráfeküdtem, és oké, nem azt mondom, hogy pont olyan, mint az igazi fű, de nagyon, nagyon hajaz rá. Igen, igyekeznek a gyártók most már hasonlót az igazihoz gyártani. Számos sűrűségbe, hozba elérhető, sőt, most már van olyan, ami UV védett. Napfénynek is ellene? Tehát ezt rakhatom akár nem fedett részre is? Akár, igen. Aha. És kell bármit egyébként vele csinálni a későbbiekben? Tehát kell valamivel kezelni, vagy ez el van magában? Most viccesen nem kell locsolni. Aha, oké, meg nem kell nyírni azért, az nagyon fontos szempont szerintem. Hogyan kell ezt telepíteni? Ezt vágni kell, vagy ragasztani? Hogyan képzeljük el? Vannak olyanok, amiket le tudunk ragasztani. Fontos, hogy egy szilárd, tehát egy betonfelület legyen. Meg lehet kis kavicságyba is oldani, de jobb az, hogyha egy szilárd betonfelületre fektetjük le. Kell valami szegély a széleihez? Vannak különböző szegélyek, de nem kimondottan
kötelező lerakni, akár ilyen szép híveket is tudunk vágni, egy éles szike kell hozzá. És tök jól lehet kombinálni a térkőburkolatot a műfűvel. Pontosan. Nagyon jó. Na jó, figyelj, nekem nincs több kérdésem, úgyhogy inkább elterülök, jó? Mert ez tényleg annyira, annyira kényelmes. VVC burkolatok, miből készül? Ez egy foam műanyag kompozit, 60% a farost, 30% a újrahasznosított műanyag, 10% a advégek anyag, melyeket nagy hőmérsékleten és nagy nyomás alatt préselnek össze. Hol alkalmazható? Akár medencék körül, akár terasz. Ra le tudjuk tenni. Mennyire időtállóak ezek a burkolatok? Fa tartalma miatt esztétika, a műanyag tartalma miatt pedig időtállósága miatt nagyon szeretik. Nos, ezek azok az úgynevezett 2 cm-es lapok, amiről beszéltünk már, ugye? Pontosan, ezeket tudjuk száraz építéssel letenni. Hogyan kell ezeket alkalmazni? Ezeket úgynevezett tappancsokkal, amiket most megmutatok. Tekerős tappancs, amire ráfektetjük szépen a 2 centis burkolólapot, ergo nem szükséges, hogy fuga, vagy bármilyen ragasztó. És ezek ki tudjuk egyenlíteni? Tehát, hogyha teszem fel, nem egy egyenletes talajunk van, akkor rá tudjuk rakni ezeket a lapokat a tappancsra, és ezzel szépen és színbe ezzel hozni őket. És ezzel tudjuk színbe állítani, igen. Egy kocsi beálló esetében ott sem kell ragasztani ezeket a lapokat? Ott is csak letipakolni és kész? Nem, ott fontos, hogy ragasszuk. A nagy teherbírása ellenére a szilárdsága meglegyen a talajnak, és muszáj, hogy leragasztjuk. Már hogy jobban el tudnak mozdulni a teher miatt. Mozdulások miatt, igen. Itt vagyunk most egy olyan ingatlannál, ahol éppen felújítás zajlik, és ha jól látom, akkor a teraszt is újra burkolták. Itt milyen típusú burkolatot használtak? Itt egy 6 centis kombi jellegű térkövet használtak, ami színben dukál a ház színeihez. Csak hogy tisztázzuk ezeket a fogalmakat, mit jelent pontosan az, hogy kombi térkő? A kombi térkő az igazából azt jelenti nagy vonalakban, hogy különböző méretekből rakódik össze a térkő. Jó, amennyiben mód és lehetőség van, a térköveket úgy rakjuk le, hogy mindig 2-3 raklapból, mert a gyártás során színeltérések lehetnek. Alapozásról mit lehet tudni itt? Itt beton alapra tettek egy 2-4-es ágyazó kavicsot. Tehát egy CKT betontra raktak egy ágyazó. És a szegély? A szegély az egyedi megoldás, mert szögvasat használtak, de ez nem kizárók. Az a lényeg, hogy egybe tartsa a térkövet. Igen, és azért azt mondjuk el, hogy itt nem az történt, hogy nem takarítottak fel, hanem az a homok, ez szándékosan van itt rajta a térkő. Így van. Hát, ezt még be kell söpörni a hézagokban. Igen, a fugák közé egy úgy nevezett kvarc homokot szoktak besöpörni. Milyen fázis van még hátra, milyen munkálat van még hátra, amíg végre használatba vehetjük ezt a területet? A vágásokat befejezik, a homokot besöprik, és egy kis takarítás, és használatba. Kerti garnitúra. Pontosan használ. Így van, lehet grillezni. Lehet élvezni. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Ahogyan azt már korábbi adásainkban is láthatták, néha egy-egy termék esetében nem csak magát a végterméket mutattuk be, hanem ellátogattunk egy gyárba is, és bemutattuk magát a gyártási folyamatot is. Ma sem lesz ez másként. A kültéri burkolatok és a térkövek azok színekkel, formákkal és valósággal élettel töltik meg a kertjeinket, a járdáinkat, a kocsibálóinkat. Na de mégis hogyan és miből készülnek ezek a termékek? Erről beszélgetünk ma Lászlóval. Szervusz, László. Szervusz. Hol vagyunk és milyen termékek készülnek itt? Betonüzemben vagyunk. Térburkolóköveken kívül kerítéssel ennek egy gyártunk, ami a díszburkolathoz tartozik jelenleg Magyarországon. Emellett vízépítési termékekkel, vízelvezetési termékekkel, illetve magasépítési termékekkel foglalkozik ez a betonüzem. László, miből készül a térburkolat? Milyen anyagokat használtok? Elsősorban betonból készül a térburkolat. Különböző kavics, homok anyagokból készítjük el ezt az anyagot. Cementkötéssel, különböző adalékanyagokkal és természetesen vízzel. Ezeket különböző receptúrák alapján keverik össze keverőben. Ez kerül a gyártógépbe, és festékanyag hozzáadása után készül el maga a késztermék. Milyen szempontokat vizsgáljunk, amikor térkövet választunk? Ha ipari felhasználásra szeretnénk, gondolom más tulajdonságokat kell vizsgálni, mint hogyha otthonra szeretnénk. Így van, ipari felhasználásban általában az egyszerű ipari köveket használjuk, ez 2-3 kőformát jelent.
Ilyenkor csak a kőnek a vastagságát kell meghatároznunk, ebben már segít az útépítőmérnök ipari felhasználás esetén, illetve a kőnek a színét, mi az, ami egy leburkolandó felülethez, a cég arculatához vagy a közlekedési infrastruktúrához illik, mi az, amit a tervező ki akar vele fejezni. Általában a szürke színeket használjuk. A magánházas felhasználás az már egy fogasabb kérdés. Ilyenkor új építésű háznál kérhetjük az építésznek a segítségét, ha viszont egy már meglévő épülethez keresünk burkolatot, akkor a teherbíráson kívül szükségünk lenne a környezetnek néhány ismérvére is. Itt a legegyszerűbb, ha mobiltelefonnal készítünk a környezetünkről, a házunkról néhány fotót, és építőanyag szakkereskedésben direkt a burkolatokkal foglalkozó kolléga már segít kiválasztani egy burkolókövet. Abban is tudtok segíteni, hogy mennyi mennyiségre lesz majd szükség? Természetesen, bár azt legtöbbször már a kivitelező meghatározza, de hogyha különböző méretekből összeállított kőburkolatokat szeretne valaki lefektetni, akkor minimum a rakás mintának az alapján kiállítjuk a számításainkat, hogy melyik méretből mennyit kell megvásárolni ahhoz a felülethez. Megvagyunk, kiválasztottuk a térkövet, megvan a mennyiség, jöhet a szállítás. Mire figyeljünk a szállítás során? Amikor megkaptuk a követ, ellenőrizzük az átvételkor mindig. Ez nagyon-nagyon fontos. Rengeteg kifogásunk érkezik, amiatt, mert nem veszik át a köveket a kiszállításkor. Ez nem az emberi rossz indulatból jön, tehát nem azért, mert a kereskedő direkt szereti becsapni az ügyfeleit, egyszerűen nem figyelnek oda átvételkor. Nagyon fontos, hogy mindig a szállítólevél alapján ellenőrizzük, hogy azt a terméket kaptunk-e, amit megrendeltünk, járjuk körbe, egyszer már milyen kifizettünk, legyünk rá büszkék, nézzük meg, hogy annyi raklapot kaptunk el, mennyi a szállítólevélen szerepel, nem sérültek a raklapok esetleg, illetve ellenőrizzük mindenképpen a raklapokon a gyártási dátumot. Egy burkolatot célszerű mindig egy gyártási szériából beépíteni, ilyenkor minimalizálható annak a veszélye, hogy különböző színeltérések fordulhatnak elő, amit beépítés közben vennénk csak észre. Megérkezett a térkő, hogyan tovább? Kezdjük el magunk lerakni, vagy inkább bízzuk-e szakemberre? Bízzuk szakemberre, biztos, ami biztos. Minden szakembernek vannak referenciái, érdemes esetleg az utcában is már utána kérdezni, hogy melyik burkolatot melyik háznál kitette le, és akkor ennek a szakembernek az elérhetőségeit meg kell szerezni, ha elégedett vele a tulajdonos. Tehát jó esetben kisebb a probléma lehetősége, hogyha egy ajánlás alapján került hozzánk egy szakember. Így van. Mik azok a problémák, amiben mégis belefuthatunk, hogyha nem szakszerűen került le ez a burkolat? Nem megfelelő teherbírású altalra tesszük le, mondjuk egy átnedvesedett agyagra akarjuk letenni a burkolatot, erre építhetünk egy alapréteget, nem lesz megfelelő, épp azért, mert az altalaj nem lesz megfelelő, tehát valószínű nyomvályosodik, behullámosodik a burkolatunk. Ha van egy megfelelő alapunk, akkor vigyázni kell még az alapra kerülő rétegnek a vastagságával, ágyazati rétegnek a vastagságával, illetve a köveknek a lerakásánál is már arra, hogy ki van-e zsinórozva a kő, tehát egyenesbe teszik le, derékszögeket kimértéke. Szabályos-e az illesztő elemeknek a beszabása a helyszínen, tehát ez mind-mind olyan tényező, amely befolyásolhatja később a burkolat használhatóságát. A későbbiekben egyébként igényel bármiféle törődést maga a térburkolat? Mindig. Ahogy minden szennyeződik kint a világban, úgy természetesen a térkő is szennyeződik. Erre a legtöbb gyártónak vannak különböző tisztítási jó tanácsai, előírásai. Most beszéljünk egy picit szerintem az otthonaink határolóival, a védvonallal, magáról a kerítésről. Kedves László, esetleg meg tudnál nekünk mutatni élőben ezeket a kerítés elemeket? Persze, elő is készítettük itt rögtön mögéd. Ami egy normál kerítéskőnek a fő ismérve, hogyha valaki igényesen dolgozik, körbe vannak fózolva, tehát le vannak sarkítva a különböző kerítés elemek mind a két oldalán. Ez annyit jelent, hogy általában a gyártóknál az oldalsó részeket mindig lesarkítják, a felső élét ezt mindig lesarkítják, mert ezt egyszerű előállítani. Amikor egy kicsit bonyolultabbá válik a gyártás, akkor már itt alul is lesarkítjuk magát az elemet. Ennek a fő szerepe a későbbi használhatóság szempontjából van, ha mondjuk neki döntünk egy fém szerszámot, egy bicikli kormányt, és itt egy éles kialakítású sarok lenne a kerítéskövön, akkor az letörik így, ahogy mondod. Ezt a későbbi sérülés veszélyt minimalizáljuk az ilyen kialakítással, tehát ettől látszik igényesnek egy kivitele a kerítéskőnek. Egy hasított kivitelű kerítés, ebből csak a félkövet mutatom, mert nagyon nehéz. Ugyanezt a fózolást látjuk körbe. A kerítésnek a fényárnyék játékát a fózoláson kívül a felületnek a roppantott kivitele is meghatározza. Ezekből lehet összerakni a kerítést. Ugye mondtam, hogy ez csak egy fél elem. Itt amit van egy dupla. Az egy dupla, egy egész, az igazából egy egész elem, az a normál kivitelű elem. Ha ezt a kettőt így összeépítjük, akkor így tudunk elindulni mondjuk egy alsó sorral. A következő sort azt mindig kötésbe tesszük rá. Tehát ugyanúgy mind egy szép téglafalazatot, és akkor egy feles kötésben tudunk már rögtön tovább haladni is.
Nem csak itt szárazon építjük össze a kerítést, hanem a kerítésnek az illesztési pontjaihoz akril tömítést is használunk. Ez egy egyszerű tubusos tömítőanyag, valaki sziloplasztnak ismeri. Igen. Tehát ezzel az anyaggal kihúzzuk még összeépítésnél ezt a fugát. Amikor kitöltjük betonnal, akkor nem tud levetereszteni a beton. Ugye ez egy látszó, vakolatlan felület marad, tehát nem lesz egy olyan felületkárosító hatása a kitöltő anyagnak, hogy kifolyik rajta mondjuk a cemente és lefolyásokat látsz rajta, nem lesz mit letisztítani. Ez milyen cement kerül bele? Ennek a receptúráját minden gyártó megadja, természetesen mi is megadjuk. Nagyon egyszerű receptúra, 100 liter kavics, ez körülbelül 3 talicska, ehhez kell egy kanna víz, ami 10 liter, és egy zsák cement, ami 25 kg. Ha ezeket az ember összekeveri, akkor pont egy kitöltő betont kap egy kerítéskőhöz. Nagyszerű. Tetejére mi kerül? Ez a legegyszerűbb kúpos kialakítású fedlap, vizorral ellátva. Ezt tesszük rá föl. Egy valamire oda kell figyelnünk, rögtön a kerítésépítéskor nem szabad feltenni a fedlapot, 4-5 napot várni kell, amíg megszilárdul a betonmag, különböző nedvesség, kötési nedvesség eltávozik belőle, és utána ezt a fedlapot csemperagasztóval ráragasztjuk, kifugázzuk a közét, és akkor készen van a kerítésünk, illetve majdnem készen van, még utána ér egy mezőelemnek a beillesztése. László, itt vagyunk egy viszonylag nagyobb méretű gépnél, mire való ez? Ezzel a géppel készítjük el a hasított kerítéselemeket. Egy daru segítségével magára munkasztalra fölkerül ez a betontömbünk. Igen. Betontömbön azt látjuk, hogy 5 darab kerítéselem egybe van üntve, ezek még nincsenek elválasztva. Két végét pedig egy-egy falburkolóelemmel lezárjuk. A kollega, hogyha elindítja majd a gépet, akkor beállunk a hasítókés alá, és itt az előre kialakított fózolásoknál, amiről az előbb már ugye beszéltem, igen, hogy ez ad egy kontúrt, egy fényárnyékjátékot és egy lehatárolást az egyes kerítéselemeknek, el fogjuk roppantani magát a kerítéskövet, tehát nem fűrészeljük, hanem egy apró nyomással elroppantjuk ezt a merev anyagot, fölszereteljük darabokra. Ennyi volt már az új házépülő. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt hetekben. Gondtalan otthonteremtést kívánok mindannyiuknak. Viszlát! A műsort támogatta az Újházcentrum Országos Építőanyagkereskedelmi Hálózat. A Leyer Hungária Kft. Az életre szóló építőanyagok gyártója.